Nem csak hétvégén, de hétköznap is forgalmas ez a kisbolt Nyíregyháza belvárosában. Minden megtalálható, amit egy élelmiszerüzletben kereshet a vevő. Friss pékárú tejtermékek, sőt a nagyobb forgalmat az üzleten belül kialakított kis kávézónak és lottózónak is köszönheti a vállalkozás. A vasárnapi zárvatartás megváltoztatta az emberek vásárlási szokásait, inkább hétköznapokra esnek a nagy bevásárlások, és hétvégén a kényelmi szempontok miatt jó, ha nyitva tartanak a kisboltok. Jobban szeretünk a kisboltba olyan szemszögből, hogy gyorsabban le tudjuk bonyolítani a vásárlást, de nyilván egy nagyobb áruházba, nagyobb bevásárlóhelyen nagyobb a választék, több lehetőség van a választásra. De hogyha gyorsabban szeretnénk lebonyolítani, akkor mindenképp a kisboltot szeretnénk előnybe részesíteni. A kisboltok számára előnyös, hogy hétvégén is nyitva lehetnek, nagyobb a forgalmuk. Korábban is voltak non-stop élelmiszerboltok, amelyek hosszabb nyitvatartással üzemeltek, illetve a hétvégén is nyitva tarthattak. A családi kör, tulajdonosi kör meg tudja ezt oldani, és szívesen vagyunk is a pult mögött ezen a napok alkalmával. Kicsit több lett a forgalom, azt tapasztaljuk, hogy olyan új vásárlóink is lettek, akik korábban nem voltak. Tehát pont ebből az apropóból látogattak el hozzánk, és ismertek meg, és aztán szerettek meg minket. A multiknál dolgozó kereskedelmi alkalmazottak ragaszkodnak a vasárnapi pihenőhöz, miközben a multiknál a szombati meghosszabbított nyitvatartással kompenzálják a vasárnapi bevétel és forgalom kiesést. A törvény miatt nem voltak elbocsátások a nagyobb kereskedelmi üzletláncoknál sem.